Köszöntöm Önöket itt a Szóbeszédben, ahol mindig az Önök véleménye a legfontosabb. 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Január 22-én, ugyanis ezen a napon még 1823-ban tisztázta le Kölcsey Ferenc a himnusz kéziratát csekén. Ebből kifolyólag ezen a héten arról kérdezem Rákos Mente lakosságát, hogy ezen a napon ki milyen kulturális rendezvényre jár, valamint hogy kinek mit jelent a magyarság. Tartsanak velünk! Magyar Kultúra Napjáról kérdezzük az embereket, ön tudja, hogy mihez kötődik, vagy hogy mikor tartjuk? Tudom, a himnuszhoz és a születésnaphoz évfordulóhoz. Himnusz. Az a magyar kultúrának a napja? Igen, mert ő 1823-ban január 22-én tisztázta himnusznak a kéziratát, és ugye ehhez kötődik. Szokott egyébként ilyen eseményekre járni, ami szintén a Magyar Kultúra Napjából adódik? Hát amíg anyukám volt az igazgató, addig igen, azóta abszolút nem. Ha már kultúra, akkor önök érdeklődnek-e a kulturális rendezvények iránt? Igen, igen. Milyen jellegűek? Hát most attól függ, hogy milyen rendezvények vannak. Most ezt itt fejből nem tudom megmondani. Ami van, az szívesen. Koncert, színház, hangverseny, mi az, ami a leginkább vonz önöket? Koncert inkább. Koncert, színház, nekem is, igen. Ha koncert, akkor mondjuk milyen jellegű, vagy milyen műfajú? Hát inkább a mai kor koncertje, a régiek azok valahogy nem annyira. Színház az jöhet bármi. Milyen típusú rendezvények érdekli? Hát én inkább ilyen színház, koncert, ilyesmikre szeretek menni. Van abszolút kedvenc mondjuk színi előadás, vagy pedig hangverseny, gondolok itt komoly zenére, ez is érdekli? A komoly zene annyira nem. Az annyira nem. Mély zene, amúgy szeretek sok mindenfélét, de attól függ. És a himnusz már tanultad esetleg? Igen. Tudnál nekem egy-két sort idézni belőle? Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Szuper vagy, köszönöm szépen. Tudtad, hogy most január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját? Hallottál erről? Ilyenkor milyen rendezvényekre lehet vajon elmenni, vagy téged mi érdekel személy szerint? Hát el lehet menni közösségi rendezvényekre. Mit jelent önnek a himnusz meg a magyarság? Hát végül is itt születtem, ez a hazám. Ebben nőttünk fel. Szokott ehhez kapcsolódóan kulturális rendezvényekre eljárni? Mostanában már nem. Még korábban igen, de mostanában már nem. Csak tévében nézem, rádióban hallgatom. A korábbiakban milyen jellegű program vonzott önt? Én színházakat nagyon szeretem, most is van bérletem, és hangversenyekre is szoktunk járni, most hangversenybérletem nincs. Általában érdekelnek a kulturális rendezvények. Hogyha már kultúra és kulturális rendezvény, akkor önt érdeklik-e az ilyen programok, vagy szokott-e hasonló jellegűre járni? Szoktunk a párommal. Milyenekre? Hát amikor van ez a március 15, ilyenekre azért jelmászkálunk. Honnan értesülnek mondjuk a kerületi rendezvényekről? Neten általában. Ott akkor már az egyben, Facebook is egyben kidobja. Egy gyerekkel hogyan lehet megszerettetni a kulturális eseményeket, vagy ezeket az igazi hagyományokat? Hát úgy, abban születnek bele, és onnan hozzák a szokásokat. Önnek mit jelent? Nekem hát mit jelent? Mindent jelent. Ugyanúgy a szülőföldemet, a hazámat szeretem, és ebben nevelkedtem. Értesül arról, hogyha vannak rendezvények, akár kulturális? Nem nagyon. Ha tudná, akkor elmenne, vagy érdekelné, vagy hogyan nyitna ezek felé ön? Én nyitott vagyok mindig. Hogyha időmbe belefér, és tetszik, akkor el szoktam menni. De én nem itt lakom különben, tehát így én 16-ban lakom. Ott nekünk megvan az Erzsébetliget, és ott elég sok szokott lenni. A fiatalabb generációnak hogyan lehet átörökíteni a magyarságot, vagy ezeket a hagyományokat? Mit gondolnak erről? Hát ez elég nehéz kérdés, mert a mai fiatalok kevésbé érdeklődnek a hagyományok után, vagy iránt, úgyhogy meg kell ismertetni velük azt, hogy van még a mostani nyam-nyam zene mellett más is,
ami hasonlóképpen szép és értékes, úgyhogy valamilyen. Köszönöm, én sem tudok többet elmondani. Ez mondjuk a pedagógus vagy a szülőkinek a feladata, vagy akár a baráti társaság is jó hatást gyakorol, vajon? Szerintem mindenkinek a feladata, ugyanúgy a pedagógus, ugyanúgy a szülői, de a baráti társaság is mindenki feladata lenne. Hát a szülő elsősorban, én azt gondolom, hogy a szülő neveli a gyereket, és ne csak azt mutassa meg, hogy hogy kell vécére menni, hanem többet attól jóval. A fiatalabbaknak vagy a gyerekeknek hogyan lehet ezeket az értékeket átadni vagy megtanítani? Hát úgy, hogy az ember viszi magával. És az abszolút a szülő, vagy inkább az iskola? Milyen hatás éri ilyenkor a gyereket vajon? Hát szerintem, hogyha kiskorban a szülő ezt elkezdi, akkor az hatásosabb. De van, aki iskolába, hogyha olyan a tanár, vagy a környezet. Ha már kultúra napja, akkor a magyarság is szóba jön. Önnek mit jelent az, hogy erre a földre magyarnak született? Hát mindent. Mindent. Büszkeség? Hát minden. Büszke, igen. Mindent. Ön hogyan tartja azt jónak, hogy ezt a kulturális értéket, vagy ezt a hagyománynyőrzést átadjuk mondjuk a fiatalabb generációnak? Hát sajnos az nagyon nehéz. Én már idős vagyok, de sajnos nagyon nehéz, mert eleve, hogy nem olvasnak, az már nagyon nagy hiányosság. Én most is nagyon sokat olvasok, újat is, régit is, ismétlőst is, úgyhogy... Ez mondjuk inkább a szülő vagy az iskola feladata lenne, hogy megszeretessék akár játékos módon a gyerekekkel? Mindegyik, egyformán. Kell hozzá egy indítatás mindenképpen, egy családi szokás, hogy lássa a szülőktől a gyerek, hogy eljárnak ide-oda, nem lekicsinlik, mert nagyon sokan, hát oda nem megyünk, mert nem kimondottan anyagi függvény. Mi a véleményed arról, hogy mondjuk a te generációd is megismeri ezeket a régi magyarságra visszanyúló hagyományokat? Hát szerintem fontos, hogy megismerjék, igen. Te ezt például honnan tudod elsajátítani? Kik által? Tanárok által, rokonok által. Hogyha van akár kerületi vagy országos szinten egy-egy kulturális rendezvény, akkor te személyesen vagy mondjuk a családod honnan értesül róla? Tévéből. Hírekből. Fontos, hogy őrizzük a kultúránkat és a magyarságunkat? Szerintem igen. Én legalábbis úgy tartom. Hogyan lehet ezt elsajátítani, vagy hogyan lehet ezeket az értékeket ápolni és fenntartani? Hát szerintem úgy, hogy továbbadjuk másoknak is, gyerekeinknek is például, hogy visszük tovább. Egy gyereknek hogyan lehet ezt átadni vajon? Hát szerintem... Úgyhogy, ha ugye már iskolába is tan, meg azért óvodába is azért már beszélnek nekik róluk, és akkor mi tovább belevennünk nekik. A magyarság önök számára mit jelent, illetve az, hogy erre a magyar földre születtek? Hát az, hogy jó itt lenni. Igen, én is úgy gondolom, hogy jó magyarnak lenni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő hét szerdán is, amikor ismét az önök véleményére leszek majd kíváncsi, itt a Szóbeszédben, viszontlátásra!